Klasszis csatárral erősített NB1-es labdarúgó csapatunk. A Budapest Honvéddal a 2016-17-es szezonban bajnokságot nyerő, az előző idényben 18 találattal gólkirályi címet szerző, illetve az év játékosa díját is elhódító olasz támadó, Davide Lanzafame az FTC-nél folytatja a pályafutását. Jól esett, hogy megkeresett a Ferencváros, bár meglepetésként ért. Nem mondom, hogy könnyű döntés volt a váltás, de aláírtam, és az a célom, hogy ezentúl mindent megtegyek a Fradiért. Ha pályán vagyok, az a legfontosabb, hogy hasznára legyek a társaimnak. Mindegy, milyen poszton játszom, akár szélen, akár csatárként. Az edző döntése, hogy hol fogok majd szerepelni. Egy biztos, minden áron győzni akarok. Az Európa Ligában az a cél, hogy minél tovább jussunk. Ez lesz az első tétmérkőzésem a Fradiban. Hazai pályán kezdünk, fontos, hogy mindent beleadjunk. Fontos, hogy én is bizonyíthassak a szurkolóknak. Örülök, hogy Tomás beszél olaszul, ez a segítségemre lehet. Azonban a futball nyelvét labdával írják, a pályán csak ez számít. Úgy érzem, az elmúlt két évben megmutattam, hogy mire vagyok képes. Itt is mindent megteszek a klubért és a győzelemért. Aira Fradi! Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.